Először láthatta a közönség Sárosi Tibor tábla képeit az Újbástya rendezvénycentrumban. A Sárospataki Művelődésháza már régóta szerette volna megrendezni a festő és szobrászművész kiállítását. Végül sok halogatás után egy egészen sajátos technikával készített munkákból összeállt a tárlat. Az a újfajta technika és világ, amit megmutat nekünk a szobrokon kívül, az ma látható először így együtt, így biztos vagyok benne, hogy kellő idő és átgondoltság kellett ahhoz, hogy ezeket az alkotásokat így összeválogassa, és a látogatók elé bocsássa. A művész munkái sokrétűek, az ország minden táján ismertek történelmi és vallási témájú köztéri alkotásai. A kiállításon azonban egy egészen új oldalával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az absztrakt irányba mozdulás, a színek és a formák dominanciája jellemzi a táblaképeket. Ennek a kiinduló pontja nem a történet, vagy nem a kimondottan a figurális ábrázolás, sokkal inkább a színek, a formák összhatása, dinamikája. Rendkívül dekoratívak ezek a munkák, éppen ezért közérthetőek is. Ez nem jelenti azt, hogy felszínes lenne a dolog, de hát mint minden újfajta technikában, vagy újfajta művészi megnyilvánulásban nyilván vannak olyanok, amelyek kevésbé erősek, de vannak olyanok, amik kimondottan annak a formanyelvnek az alapvetései lehetnek, amit valószínűleg a művész folytatni is fog. Annál is inkább, mert a visszajelzések alapján a közönséget megragadták az alkotások. Sárosi Tibor évtizedes szobrász múlt után felnőttként festőművész szakon végezte el a főiskolát. Ez a két ág egyesül a most kiállított táblaképekben. A festészetet választottam. Nagyon sok táblaképet faragtam, és a kettőt hát így próbáltam összekombinálni, illetve azt, hogy egy picit elmozduljak a naturális ábrázolástól, vagy ból, és ilyen absztrakt képeket kezdtem készíteni. Megmondom őszintén, megtetszettek ezek a képek, és elkezdtem ezeket készíteni. A félig szobor, félig képalkotásoknak nincs címe, mert a művész számára fontos, hogy ahogyan az ő munkájában a szabadság dominál, ugyanilyen szabadon dönthessenek a nézők, hogy mit fejez ki számukra egy-egy alkotás. A tárlat január közepéig lesz látható az Újbástya rendezvénycentrumban.